nyitott székesfehérvári Szent István király székesegyház templom szentelési évfordulóján az egyházmegye papságával először mutatott be koncelebrált szentmisét Spányi Antal megyés püspök. Az ünnepen a főpásztor megáldotta a nagyszabású templom renoválásnak emléket állító márványtáblát. A liturgia a kinevezések és kitüntetések átadásával folytatódott. Ugrich Tamás pápai káplán irodaigazgató pasztorális helynök felolvasta a címzetes prépostok, a címzetes apátok, kanonokok, a nagy prépost kinevező határozatait, valamint a kanonoki előléptetések és az ő kanonokok kinevezéseit. Spányában a székesfehérvári püspök a mai napon a felújított székesegyház felszentelésének ünnepén az alábbi ünnepi határozatokat hozta. A felolvasás után a kinevezettek az oltárhoz vonultak, és az ott elhelyezett szentírás előtt azt megérintve letették a hitvallást és a hűségesküt. Esküszöm, Isten engem úgy segélyen, és az a szent evangéliumot, melyet kezembe érintem. Majd a beöltözés következett, és a főpásztor ünnepélyesen átadta a kinevező okiratokat. Beiktatlak a Bazilika Székesegyház stallumába, és a birétum átadásával kijelölöm helyedet a kórusban, és szólásjogot adok a káptalanban, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Spányi Antal püspök homiliájában örömét fejezte ki, hogy hosszú idő után ismét az imádság és a szent ének hangja tölti be a székesegyházat. Megköszönte, hogy állami támogatással és egyéni felajánlásokkal megvalósulhatott a templom mozgalmas történelmének legnagyobb és legátfogóbb felújítása. Köszönjük Urunknak a templomainkat, köszönjük ma különösen is egyházmegyénk főtemplomát, székesegyházunkat. De Istennek nem elég csak a kőből épült templom. Ő a mi eleven szívünkből, lelkünkből akar magának otthont templomot. A csodás alkotásokon túl belőlünk eleven kövekből akar még értékesebb templomot magának. A hitre épülő élet, az egyház tanítását megvalósító akarat, a szentségekkel való rendszeres találkozás teszi életünket alkalmassá arra, hogy lelkünkben költözzön az Úr, és így eleven és élő templomaivá legyünk. Beszéde végén a püspök a kinevezett és kitüntetett atyákhoz szólt. Azt kívánta, hogy életük legyen igazi példa, Istent dicsérő, róla tanúskodó élet.